a segédtankönyvek ünnepélyes kiosztására tegnap délután az Ántai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában került sor. A könyv megírásában az iskola szertanára Szelena Avdalovics-Gyurekovics is részt vett. Úgy néztük, hogy olyan mindennapi témákat dolgozzunk fel, amelyek érdeklik a diákokat, tehát hogy lefedjük az iskolát, a családot, a szórakozást, hogy amikor elmennek egy kávézóba vagy étterembe, akkor feltalálják magukat, hogy tudjanak ételt vagy italt rendelni, hogy alapszinten tudjanak kommunikálni. A feladatokon keresztül észrevettük, hogy a gyerekek könnyebben fogalmazzák meg és állítják össze a mondatokat, nincs már bennük félelem, elkezdtek felszabadulni, és a kommunikációs készségük irigylésre méltó szinten van. A könyveket egyaránt ajánlják a homogén és a heterogén nyelvi közegből érkező fiataloknak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a segédtankönyv nagyon jónak bizonyult, hiszen folyamatosan érkeznek a hivatalunkba a Nemzeti Tanácshoz olyan megkeresések szülőktől, szaktanároktól, de egyáltalán van a közösségünk tagjaitól is, akik azzal a kérdéssel fordulnak hozzánk, hogy hol vásárolható meg ez a tankönyv, hogy hol lehet hozzáférni, hol lehet egyáltalán van megkapni, hiszen hasznosnak vélik nem csak, hogy a középiskolások forgassák, hanem azoknak is nagy hasznára válhat, akik a nyelvet szeretnék elsajátítani, illetve magasabb szintre emelni. A segédtankönyveket ebben az évben 1350 példányban nyomtatták ki, amelyeket a napokban 23 szakközépiskolába, 9 gimnáziumba, valamint 2 művészeti iskolába fognak eljuttatni.